Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, és újra itt a karanténvlog. Tényleg újra, hiszen a konzervadások után ismét visszatértem, bár fékezett habzással, és ne szóljatok kérlek az orvosoknak. Maga nem szimmetrikus. De hiszen itt van az előválasztás, erről muszáj néhány szót szólnunk. Tartsatok velünk! Hát gyerekek, lezajlott ez a csodás előválasztás. És micsoda remek jelöltekkel. Amíg kényszerpihenőn voltam, láthattátok, hogy mennyi mindent tud. Dobrev! Mert meg nem állunk addig, amíg le nem győzzük Orbán Viktort és rendszerét. Karácsony! Meg fogom nyerni. Jakab Petike. Ha jó magam ezt a küzdelmet, miniszterelnök jelöltként segíthetem, úgy vállalom a megmérettetést. És persze Fegyőr. Miniszterelnök jelöltként képviselni fogom az új Magyarország tervét az előválasztásokon. Na meg, azért a nagy bábmesterről se feledkezzünk egy Gyurcsány Feriről. Köszönöm szépen! Köszönjük! Köszönjük! Ezért nem kapottunk. Csapával beszélni, Csapával. Hát, mondja neki, hogy én küldtem. Aki a fekete zakóban van. És kapunk egy ezrest. Beszéljen velem, majd. És most itt vagyunk. Érdekes módon megnyert Dobrev, második lett Karácsony, és némi meglepetésre harmadik Márki-Zay, aki majd visszalép Karácsony javára, és így végül Karácsony fogja majd megnyerni ezt az egész álságos hercehurcát. De persze azért voltak itt anomáliák. Emlékeztek az 1947-es kékcédulás komcsi választásra? Na valami hasonló történt most is, hiszen sokan írják, hogy lehet az, hogy harmadszorra is tudtam szavazni. Hát valaki háromszor, valaki ötször szavazott, de ilyen a kommunizmus, ez erősíti. És mit mond erre a bábmester? Gyurcsány Ferenc, mi a terv? Márpedig én azt gondolom, hogy az ország alapvetően a miénk. A nagy ló, nem Feri. Soha nem volt ilyetek ez az ország, csak néha bitoroltátok, mert ilyenek a kommunisták. Ti egy dologra használtátok a hatalmat, amikor végre hozzájutottatok. A nemzeti vagyon elkótyavetyélésére, eladására, a nemzeti büszkeség letörésére. Mindent kiárusítottatok. Nem volt más, csak erőszak, agresszió és szemkilövetés. És most is ez a tervetek. Hát, hogy gondolkodik egy igazi kommunista? Azt gondolom, hogy végre fel kell nőnie annak a Magyarországnak, amely visszaveszi a jogait, és azt mondja ennek a kormánynak, hogy elég volt belőletek, fiúk és lányok. Elég! Pofa be, te szarfaszú köcsög! Ki kell, hogy ábrándítsalak, Feri. Nagyon el vagy tévedve. Akiből elege volt az embereknek, az 2010-ben, és már jóval előtte, az te voltál. Te és a gusztustalan bandád. Gyurcsány, takarodj! Gyurcsány, takarodj! Gyurcsány, Gyurcsány, takarodj! Úgyhogy hiába nyereted meg a demagóg feleségeddel, Dobrev Klárával az első kört az előválasztásban, a normális emberek, akik még mindig többségben vannak ebben az országban, nem hisznek neked. És azok se fognak hinni, akik annyira nem ismernek, de megnézik majd az Elkurtuk című filmet október 21-e után. A beszéd Balatonöszödön hangzott el egy szocialista frakciülésen, és a Magyar Rádió honlapján jelent meg. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkurtuk. Nem kicsit, nagyon. Ezért félsz te nagyon. Tudod, mi vagy te, Feri? Egy hazug. Nektek is, akik egy picivel fiatalabbak vagytok, mint én. Bocsánat! Igaz! És tolvaj vagy! Bocsánat! Igaz! Tönkretetted az országot! Bocsánat! Igaz! Na de ebből legyen elég, hiszen Feri kamulistája olyan hosszú, hogy napestig se tudnánk befejezni. Térjünk vissza inkább a csodás előválasztás első fordulójára, melyet Dobrev Klára Gyurcsányné fog megnyerni. Óriási meglepetésre. Pusztulj, szipírtyó, pusztulj! Vagy én nyúvasztalak ki! Mint ahogy azon is hatalmasat ámulunk, hogy a második Karigeri lesz a vackorba harapott tovadás, míg Márki-Zay fog befutni a harmadik helyre, aki hihetetlen, de már most meglebegtette, hogy vissza fog lépni Karigeri javára, így az is lehet, hogy véletlenül, de teljesen véletlenül, az uglói Vátesz Budapest csodás főpolgármestere lesz majd az ellenzéki miniszterelnök jelölt. Na ne bassz! Miközben a szemlőhegyi bolsevik központban fő a vörös kondérban a moslék. Feri kevergetés belefőzött már szinte mindenkit, hiszen leszalámizta ezt a büdös kis baloldalt, vagy hát nem is tudom minek hívjam, hiszen a melósok nagybarátja az önjelölt bohóc Jakab Peti is belekerült ebbe az üstbe. Pedig olyan szépeket mondott.
Azt gondolom, hogy segély helyett munkát kell adni annak, aki munkaképes, de ez édes kevés önmagában. Nem csak munkát kell adni, hanem megérhetést is kell adni az emberek. Szépen kérlek, kímélj meg engem a mézes mázas, anyáskodó, HR-es, baloldali szarság csak! Palira vettek, még krumplis, Peti, és most veszed csak észre. És most hogyan tovább? Folytatod a gerinctelen táncimáncit? Vagy mi lesz? Vedd elő a puskát. Minket átbasztak. Bizony, titeket át. Mint szart a palánkon. Na de ennyit is érdemeltek. Viszont van még itt egy óriási karakter, egy karizmatikus személy, aki ugyanúgy rend le a süllyesztőbe. Ő pedig fegyőr. Kérdezem a vezérlő teremben, hogy mert ezt szeretnénk közvetíteni a nyilvánosságnak is, azoknak a momentumosoknak, akik nincsenek most itt velünk, meg a szimpatizánsainknak. Úgyhogy megvárjuk a skacokat. Még egy picit várjunk, mennyi a pici? Egy kötőjel, 3 perc. Jó, hány óra van? 0:10. Elég jók vagytok, hogy itt vagytok. Még van, aki nem ivott rajtam kívül alkoholt? Ja, élőben vagyunk, tényleg? Jó, szuper. Ugyanis bár nincsenek még meg a végső eredmények, úgy látszik, hogy a minimumot azt teljesítettük. Ezt a hihetetlen balféket. De igen, igen, Fegyőr Bandi, a minimumot tényleg teljesítetted. El tudtál indulni ezen a csodás versenyen. Na de mondjuk az, hogy a család és a haverok szavazatán kívül más nem nagyon söpörtél be, ez bizony sok mindent elmond rólad, és oda kerültél, ahova való vagy, a süllyesztőbe. Viszont a már említett vörös kondért nem te kevergeted, hanem bizony Feri, aki közben biztos jó meghúzza a flaskát is, de hát így jobban megy a kampány. Halljam, mit iszol? Pálinka, szerelmem, légy az enyém, gyújts át a karod felém, nélküled meghalok én. Pálinka, szerelmem, légy az enyém. És ne felejtsétek, hogy október 21-től a kommunista cenzúra kísérletek ellenére egyre több helyen fogják mutatni az Elkurtuk című filmet. Feriről sok minden kiderül azoknak, akik annyira még nem ismerik. Ez is tervben volt. Mi viszont közben elköszönünk, és remélhetőleg jövő héten is találkozunk még több izgalmas témával. Vigyázzatok magatokra ti is. Sziasztok!